Mára már 380 növény gazdagítja a Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Iskola környékét, a 10 millió fa egyesület és annak önkéntesei jóvoltából. voltából. Szombaton körülbelül 40 önkéntes szorgos munkájával közel 180 új növény került a földbe, köztük kocsányos tölgy, hegyi juhar, nyírfa, madárcseresznye, vadalma és vadkörte is. Ezzel egy időben a Melinda Parkban nagyjából 20 fő összesen 27 gyümölcsfát, köztük almát, birset és körtét ültetett el a játszótér közelében lévő füves területen. Az ide került növényeket a Barna és Fiai Faiskola ajánlotta fel. A gyümölcsfákat a kecskemét Széktóért egyesület tagjai és önkéntesei ültették el. Szintén a hétvége első napján Matkópusztán a 10 millió fa kecskemét egyesület, az önkormányzat és városrészi egyesületek szervezésében az óvoda udvarán 35 facsemete és 45 tő fagyal került a földbe. Az ültetési munkákat Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Sipos László önkormányzati képviselő segítette. Farkas Bartakata, a 10 millió fa Kecskemét Egyesület elnöke elmondta, a meleg idő miatt március utolsó hetén befejeződnek a szabad gyökeres ültetések, és leiskolázzák a megmaradt növényeket. Viszont a munkálatok nem állnak le. Őszig a már elültetett növények gondozása zajlik majd, amire ugyancsak várják az önkénteseket. Elmondta, hogy erdészeti csemetét magánkertekbe is tudnak adni, amire szintén várják a jelentkezőket.